Sziasztok! Ez itt az ipari folyamatok vizualizációjának a 5. videója. Mai nap alkalmával, mint ahogy ígértem, egy egyszerű példát fogok bemutatni. A feladatot itt a tartályképen lehet olvashatni. Azt mondja, hogy rajzoljon meg egy tartályt, jelenítse meg számmal és szintoszloppal is a tartályszintet. A szintet egy gomb segítségével lehessen beállítani. A tartályszintnek legyen beállítva mind a 4 alarm határértéke, és ezek jelenjenek meg külön lámpákkal is, valamint hihi jelzés esetén szöveg is jelezzem. Nos, akkor első körben visszamegyek a kezdő oldalra, és akkor rajzolok egy kicsikét, hogy itt a tartály oldalon van a feladat, és akkor képszerkesztésbe pedig csinálok egy új képet, amit beállítok, 1920-1080 az pont jó lesz, hogy tartály, megoldás, így. Háttérnek valami egyszerű hátteret alkalmazok, semmi extra, csak egy szimpla háttér. Na és akkor gyorsan megrajzolok egy tartályt. Célszerű ezt viszonylag egyszerű dolgokkal csinálni, nem kell semmilyen extra rajzképzettség ehhez, tehát igazából szerencsére ezeket a dolgokat elég könnyedén meg lehet csinálni itt a paszban. A szélességét szerettem volna átmásolni ebbe az ellipszisbe, de természetesen ez most nem lehet, úgyhogy más módszerhez folyamodok. Addig csökkentem, amíg be nem áll így a tartály tetejére. Ez meg is van. Akkor ezt megint behelyezem így középre. Mindegyiknek a középvonala most így egy vonalba került. Szépen lemozgatom ezt a másik ellipszist a tartály aljára, átküldöm a háttérbe, és akkor már meg is van a tartályunknak az alapja. Én ezt a három rajzelemet egy G betű segítségével, vagy itt ez a gomb segítségével tudom csoportosítani, és így most már így együtt tudom mozgatni ezt az egészet. Most még jó lenne, még egy kis apróságot csinálok, ezeket kiveszem a csoportból, és rajzolunk neki lábakat. Ezt egy ilyen sokszög rajzolóval csinálom. Itt a shift segítségével tudok vízszintest állítani. Így, és így. Rendben, és azt mondom, hogy rajzolok még egyet. Így, és akkor azt mondom, hogy ők viszont legyenek feketék, mindketten, így. Sajnos több elemet nem lehet egyszerre a háttérbe mozgatni, úgyhogy csak egyesével tudtam ezt megcsinálni. És pontosak szeretnénk lenni, akkor lerakjuk a földre szépen ezeket a lábakat is. Így. Jó. Most meg is van a tartályunk. Nyilván mondjuk a szín az egy picikét esetlen, úgyhogy megpróbálok valami értelmesebb dolgot kitalálni neki. Mondjuk egy ilyen sötét szürkéből egy ilyen világos szürkébe való átmenetet csinálok neki. Megpróbálom ugyanezt alkalmazni a tető esetében is. Mindjárt megnézzük, hogy ez sikerül-e. Sajnos nem egészen lett ugyanaz, úgyhogy kicsikét
másolunk. Ez 51, 51, 51. A3, A3, A3. Jó. 51, 51, 51. Oké. És ugyanezt erre a felső részre is megcsináljuk. És a másik oldal pedig A3, A3, A3. Rendben. Most egy ilyen fém borítású tartályt kaptunk ennek végeredményeképpen. Szoktak még sokan csinálni egy ilyen kis csillogást is a tartályra, ezzel egy picit ilyen valóságosabb lesz. Ezt úgy lehet elérni, hogyha ennek csinálunk egy ilyen fehér, ennek a négyzetnek vagy téglalapnak, amit ide beraktam, ennek egy fehér színt, eltüntetjük a keretét, és van itt egy ilyen homályosítás, tehát van egy ilyen lehetőségünk, hogy homályosítsuk az adott elemünket. Ennek itt a legmagasabb értéke az a 10-es, és azzal meg is kap egy ilyen homályos dolgot ez az egész. És akkor így már, hát nem a legszebb, de igazából ezzel lehet egy picit ilyen valósághűbbé varázsolni ezeket a tartályokat. Most már idáig eljutottam, én most már úgy gondolom, hogy mentek egyet. Nevezzük el a tartályunkat, legyen mondjuk T1 tartály, ennek legyen mondjuk vastagabb betűtípusa, és legyen egy kicsikét nagyobb, hogy egészen szépen olvasható és látható legyen. Jó, akkor ugye a feladat volt az még, mindjárt lesünk, hogy jelenítsük meg számmal és szintoszloppal is a tartályszintet. Most én úgy fogom beállítani, hogy csinálok egy 50 ezer literes tartályt, az úgy nagyjából úgy egy olyan középméretű tartálynak felel meg. Mindjárt itt a szöveges megjelenítéshez hozok létre itt most egy ilyen kis táblázatszerű dolgot. Csak most ezt mondjuk célszerűbb egy ilyen normál szürke árnyalattal, és azt mondom, hogy létrehozok egy ugyanilyen szélességű dobozt, csak azt csinálom, hogy az egyiket azt így lecsökkentem, és ezt átszínezem mondjuk ilyen zöldes árnyalatúra, mint amilyen a háttér is, és ide beírom, hogy tartály szint. Így. Így, hogyha valaki ránéz a képre, akkor rögtön tudni fogja, hogy az itt alul szereplő érték az pontosan minek is felel meg. Csináljunk neki mondjuk egy még egyszer egy ilyen szürke négyzetet. Csak ezt most itt éppen fehérré fogom varázsolni. Ezt behozzuk ide elejére. Itt egy kicsikét itt, amikor összerendezzük az elemeket, akkor szeretnek ugye szétcsúszni a dolgok. Ezért szoktam alkalmazni ezt a, amikor már valami készen van, a magát így ezeket a csoportba rendezéseket, hogyha később akarom őket így együtt mozgatni, akkor le kelljen ez más-más dolgokkal is törődnöm. Itt ezt is újból a G betű segítségével összegruppolom, és akkor így is ez a tartály így mozgatható. Most az a baj, hogy csoportos mozgatás esetén néha sajnos a rajz is megbolondul, és így látjátok, hogy itt most ez a felső két ellipszis, ez
elmozdult, ezeket szerencsére most egy ilyen könnyebb korrigálással ezt ki tudjuk küszöbölni. Így. Jó. Szóval ezt visszarakjuk a csoportba. Mentünk egyet a képen. Itt ebben a szürke négyzetben, vagy téglalapban én szeretnék berakni egy ilyen mértékegységet. Ugye azt mondtam, hogy 50 ezer literes legyen a tartályom. Így ezt ide be is rakom. És akkor már csak maga a szintértéket kell megadnom. Ide pedig egy ilyen, ugye mivel 50 ezer lesz a tartály, célszerű beírni ezt a számot, mivel hogy ez lesz a legnagyobb szám, amit ki tud jelezni majd itt ez a tartályszint. És azt mondom, hogy beillesztem ide a szürke mezőbe, és akkor így szabadon tudom méretezni, hogy ebbe a szürke mezőbe hogyan fog elférni ez a szám. És látszódik, hogy azért ez a szürke mező ez nem éppen a legjobb, legideálisabb háttér ennek, úgyhogy ezen egy picit világosítok is. Ezt megfogom, így egy picit följebb húzom, és így azért jóval kontrasztosabb lett a maga a szám kijelzés is. Rendben. Azt mondja, hogy szintet egy gomb segítségével lehessen állítani, akkor létrehozunk ide egy gomb. Ott annak a neve legyen, hogy szint beállítása, így kicsikét nagyobbra vesszük benne lévő szöveget is, megpróbáljuk értelmes keretek között tartani, hogy látható is legyen és viszonylag jól is nézzen ki. Jó. Azt mondja, még amit elfelejtettem, hogy itt ez a szintoszlop, valamint, hogy a négy alarm határérték, hogy ezek jelenjenek meg külön lámpákkal is, valamint hihi jelzés esetén szöveg is jelezzem. Nos, szintoszlop az ugye annyit tesz, hogy létrehozunk egy ilyen téglalapot, és hát mondjuk ebbe az esetben ugye igencsak szerencsés sem választottam az 50 ezret, ugyanis hogyha itt fölrakom 500-ra, akkor ez körülbelül egészen szépen lefedi ezt a tartálymagasságot. Most azt mondom, hogy ezt az elemet újból a Paste in Place segítségével pontosan ugyanarra a helyre fogom bemásolni még egyszer ugyanazt az elemet. Tehát most kettő ugyanolyan elem van egymáson. Erre azért van szükség, mert hogy a maga az alap, ami legalul van nézet, azt én át fogom változtatni feketére, és maga ez a szürke szintoszlop, amit most átszínezünk egy ilyen türkizesre, ami majd a vizet fogja indikálni, ez a türkis szín fogja mutatni magát a vízszintjét. Tehát, hogyha lejjebb csökken, akkor onnan még attól még látni fogjuk, hogy mi számít 100%-nak az adott tartálynak a szint megjelenésénél. Jó. Aztán kért olyat még a feladat, hogy jelenítsük meg a különböző határértékeket. Hát ezek legyenek ilyen kis karikák. Azt mondja, hogy ebből csinálunk 4-et összesen. Ezeket szépen elhelyezzük így nagyjából annak megfelelően, mert nem fogjuk tudni pontosan beállítani, hogy na most az 50 ezerhez ez feleljen, meg a 60 ezerhez az, vagy 40 ezernél legyen az alarm határérték, itt egy kicsikét nehézkes beállítani pontosan, függőlegesen, vagyis hát igen, függőlegesen összerendeztem őket, és vízszintesen pedig megpróbálok úgy egy hasonló távolságot beállítani nekik. Jó. Most ezeknek a színe, ezek alapvetően jó, hogyha feketén vannak. Aztán úgy is majd, amikor megnézzük az alarmokat,
akkor különböző színezésekkel fogunk dolgozni. Így, né? És akkor még azt mondtuk, hogy legyen egy szöveges jelzés is, nagyon hihi esetén. Most a szöveges jelzés az pedig legyen ez, hogy tartály szint nagyon magas. Ezt lássuk el jó sok felkiáltó jellel, hogy szembetűnő legyen, emeljük ki, és legyen vastag. Valamint színezzük át pirosra, így. Nagyon jó. Na, most akkor létre fogok hozni kettő darab változót. Az egyik változó lesz magának a tartályszintnek a változója, tehát azt fogjuk itt megjeleníteni. A másik változó pedig magához a szintoszlophoz fog tartozni. Ezt a dolgot én itt le is mentem, ezt a képet, és akkor átmegyünk az adatpontokra. Azt mondom, hogy egy analóg inputot hozok létre, ő lesz a tartály szint liter. Azt mondta, hogy 0-tól 50 000-ig. Ugye, leírást is. T1 tartály szintje literben. Legyen a nagyon magas mondjuk 45 000-nél, a magas az 40 000-nél, a nagyon alacsony legyen 5 000-nél, és az alacsony pedig 10 000-nél. Jó, az alarmozást be kell hozzá kapcsolnunk, és az alarm terület az egyenlőre maradjon az A, de majd létrehozunk hozzá egy külön alarm területet, hogy egészen szépen meg tudjuk jeleníteni majd a különböző hibajelzéseket. Ezt elmentem. Itt létre is jött. És lesz egy másik, egy tartályszint oszlop T1 tartály szintoszlop grafika. Azt mondja, ez pedig 0-tól 500-ig fog menni. Itt ugye se alarmozás, se adatgyűjtés nem szükséges, ezt csak így szimplán elmentjük. Ezután átmegyünk a vezérlőkbe, és azt mondjuk, hogy hozzáadunk egy új vezérlőt, legyen ez a tartály szint. Azt mondja, hogy 0502, mai dátum, megnyitás, és egy matematikai osztást fogok itt alkalmazni. Azt mondja, hogy van egy tartályszint literünk, ezt el szeretnénk osztani 100-zal, és ezt fogjuk megkapni oszlopba is. Tartály oszlop. Így. Igazából itt nem szeretnék nagyon bonyolult neveket adni ezeknek a különböző vezérlőknek. Itt csak egy ilyen, éppen csak egy ilyen jelzésszerűen valamit ide beírtam, hogy mégiscsak látszódjon valami. Ezt a vezérlőt itt elmentem, és akkor ki is próbálom rögtön a vezérlőt, hogy akkor jól működik-e. Azt mondom, hogy ha beírok mondjuk, nem is így szerettem volna, hanem ezt, hogyha ide beírok mondjuk 10 000-et, leokézom, akkor itt a vezérlőbe meg is jelent, hogy a tartály szintoszlop 100, és akkor így már bátran tudjuk használni itt ennek a megjelenítéséhez. Tehát itt szeretnénk magát a literes tartályszint értékét megjeleníteni, ehhez itt a textet kell használnunk. Itt kikeressük az általunk használt tartályszint litert, őt, és ugye a nyers értékét fogjuk itt megjeleníteni, valamint az adott adatponthoz tartozó értéket. Azt mondjuk, hogy bezár, és elmentjük. Ő pedig legyen itt
ő ugye a magasságát fogjuk állítani, ezzel tudjuk majd szépen megtekinteni, hogy maga a tartály jelenleg körülbelül hol áll, hogy ilyen százalékos szinten. Itt szintén itt a lenyíló menübe ki tudjuk választani, azt mondja, hogy szint oszlop, és itt is ugye az adott taghez tartozó értéket, nyers értéket fogjuk használni, nem kell táblázatot használni. Jó, bezár, mentjük, és a szint beállítása gomb pedig ugye arra való, hogyha ráklikkelünk, akkor szettek, tehát egy adatpont értékét állítsa át, nevezetesen a tartály szint liter értékét állítsa át, és ugye nem konstans értéket szeretnénk neki adni, hanem szeretnénk, hogy kijöjjön egy ilyen kis párbeszéd ablak, és oda be tudjuk írni szépen az általunk választott értéket. Jó. Ha ez megvan, akkor elmentjük, és most nézzük meg, hogy jelenleg hogy néz ki ez a kép. Ugye itt van egy 10.000-es literünk, és itt van egy ilyen tartályszintünk. Azt mondjuk, hogy legyen 25.000, ilyenkor ugye körülbelül a tartály felénél kell, hogy legyen a szintoszlop, szépen be is állt oda, legyen 50.000, itt pedig ugye teljesnek kell lennie, és végül pedig visszaállunk egy nullára, és itt pedig eltűnik, így. Jó, maradjon beállítva mondjuk ez a 15.000. Rendben. És akkor a következő lépés az, hogy ezeknek az alarmértékeknek, ezeknek az alarmjelzéseknek akkor egy ilyen színezést adjunk. És ezekhez a jelzésekhez pedig ezt úgy tudjuk beállítani, hogy a különböző alarmokhoz különböző alarm számértékek is tartoznak. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogyha bejön egy alacsony jelzés, az alarm jelzésnek az a kettes értéket kapja, a lolo az a hármas, a hi a négyes, a hihi pedig az ötöst. Tehát azt mondom, hogy a szín kitöltését, tehát a filt fogjuk változtatni, kiválasztjuk, hogy tartályszint liter, és kiválasztjuk, hogy alarm, tehát hogy az alarmértéket nézzük, és akkor azt mondjuk, hogy lóra kettes, hogyha kettes értéket veszi föl, akkor legyen piros. És fölveszek még további sorokat is, hogy viszont ezen kívül maradjon ugyanúgy szépen fekete. Bezár, akkor a loló, ő volt ugye a hármas, szintén alarm, táblázat, itt is hármat veszünk fel, három, ő legyen red, nullától kettőig black, és négytől hétig pedig szintén black. Jó, a high jelzés az akkor az tartályszint liter, szintén alarm, ő volt ugye a négyes, legyen piros, minden egyéb esetben pedig legyen fekete. Jó, és itt pedig a vész magas, a hihi, ő pedig alarm table, ő volt pedig az ötös, 0-tól 4-ig és 6-tól 7-ig legyen black. Ilyen vészjelzéseknél, mint a vész maximum, meg a vész minimum, ugye ez a hihi, meg a lolo, érdemes valamilyen egyéb kiemelő dolgot rakni oda, például, hogy valamilyen másik színnel villogjon. Ezt úgy szoktuk általában megoldani, hogy a blink oszlopba beírunk egy ilyen egyéb szintén, most itt ugye a fehéret választottam. Ez nagyjából annyit fog eredményezni, hogy amikor bejön ez az ötös alarmszám,
akkor a piros és a fehér szín között fog váltakozva villogni. Ugyanezt beállítom a lolóra is, hogy ott is ilyen szépen villogjon. Rendben, elmentem. És most megnézzük, hogy akkor tényleg úgy viselkedik-e, hogy mi azt elképzeltük. Azt mondja, hogy ide beírok egy 7000-et. Ilyenkor ugye a lóértéknek kéne bejönnie. Illetve, bocsánat, 10000 alatt már a lolónak, ami meg is felel, 10 és 15000 között kéne a szimpla lóértéknek bejönnie. Ez működik, akkor 42000-nél a magas szintnek kellene bejönnie. Ezt meg ellenőrizzük, hogy ez így maradt-e. Azt mondja, hogy 40000 és 45000. Ez úgy néz ki, hogy itt jól néz ki, tehát majd meg kell néznünk, hogy itt jót állítottunk-e be, és megnézzünk egy 45000 fölötti értéket, ott pedig a hihinek kéne megjelennie. És megnézzük, hogy itt miért nem jelzett a magas és a nagyon magas. Azt mondja, hogy 4-esnél kellene pirosat adnia, ez stimmel. Itt pedig 5-ösnél kell piros-fehér villogónak lennie. Rendben, ezt így elmentjük még egyszer. Megnézzük az alarmoknál, hogy a hihi az ténylegesen bejön, és úgy néz ki, hogy valóban bejön. És a kép frissítésekor már meg is jelent ez a piros-fehér villogás. Jó. Visszavesszük ezt 42000-re, megnézzük, hogy a háj az működik-e, működik. Akkor még egyszer megnézzük 12000-nél, hogy a ló működik-e, és nem. Úgy néz ki, hogy maga az alarmozás valamiért nem teljesen tud átugrani. Levesszük 5000-re. És 2500-nál pedig hihi érték. És valószínű, hogy egy kicsikét itt megkavarodtam, hogy pontosan mit írtam be, de 10000 és 5000, 40000 és 45000. Na, akkor még egyszer kipróbáljuk. 10000 és 5000 között, tehát 8000-nél csak a lónak kell lennie. Így. 42000-nél a hánynak, és 48000-nél pedig a hihinek, így, és 25000-nél pedig semminek nem szabad villognia. Jó, rendben, tehát akkor ezzel meg is vannak ezek a jelzések, akkor még itt van ez a tartályszint nagyon magas, akkor itt ugye nem is kitöltés, hanem itt átlátszóságot fogunk alkalmazni. Itt van ez a tartályszint liter. Megint csak ugye az alarmot nézzük, és hozzá rendelünk egy táblázatot. Ugyanaz lesz, mint a nagyon magas karikajelzés, csak itt ugye az átlátszóságát fogjuk állítani. És azt szeretnénk, hogy amikor bejön ez a nagyon magas jelzés, akkor a szöveg az villogjon. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a láthatósága 100%-os lesz, és 0% és 100% között fog váltakozni. Ez azt jelenti, hogy megjelenik, eltűnik. Ezt beállítjuk, hogy a többi esetben viszont ez ne látszódjon, úgyhogy legyen nullás a láthatósága. Bezárjuk, elmentjük. Ráfrissítünk a képre. Így most itt el is tűnt ez a szöveg, akkor megint csak kivégig próbáljuk itt a dolgokat, azt mondjuk, hogy 2000-nél lolo, 8000-nél
csak lójelzés, 42 000-nél kijelzés, és 48 000-nél pedig akkor szépen itt van a villogó szöveges jelzésünk is. Rendben. Megnézzük azt, hogy megvannak-e a feladatok. Rajzoljunk tartályt szintoszloppal, számmal. Gombbal lehessen állítani a szintet. Tartály szinthez legyen 4 alarmérték beállítva, és ezek lámpákkal is jelezzenek, valamint szöveggel hihi esetén. Igazából ezeket a feladatokat most ebben videóban akkor megoldottuk. Ha tovább szeretnénk egy kicsikét szépíteni ezen a képen, akkor azt meg lehet esetleg csinálni, hogy erre a területre egy ilyen alarmtáblázatot kirakunk, és akkor itt megjelenhetnek a tartályhoz tartozó alarmok is. Úgyhogy a mai videó az egyelőre ennyi volt. Hamarosan jelentkezem egy újabb példával, addig is próbáljátok meg egy kicsikét gyakorolni. Köszönöm, hogy végignéztétek, ha pedig kérdés merülne fel, akkor nyugodtan írjatok, keressetek.